1954. november 27-én adományozott először kitüntetéseket a legfelsőbb állami testület sokszoros véradóknak és kiváló véradó szervezőknek. A Magyar Vörös Kereszt 7. kongresszusa 1987-ben határozott úgy, hogy november 27-e legyen a véradók napja, az emberség, az emberi szolidaritás és vele baráti szeretet ünnepe. Az utóbbi időben egy sor olyan betegség meggyógyítható, ami korábban elképzelhetetlen volt, akár szervátültetéseket, hematológiai, daganatos betegségeket tekintjük. Azonban olyan agresszív kezelést kell a gyógyításhoz alkalmazni, ami mellett nélkülözhetetlen vérkészítmények adása. Dumáné Durkó Anna közel 10 éves segíti a Vörös Kereszt munkáját, és egyben kitartóan szervezi évente 2-3 alkalommal a véradásokat. A donor megbecsülés számára fontos, ezért mindent megtesz, hogy minél több támogatót találjon, és minden esetben a véradók érdekeit helyezi előtérbe. A véradó mozgalom érdekében végzett kimagasló szervező munkájáért most ezüst emlékérem elismerésben részesült. Mindig melegséggel tölt el, hogyha látják azt, hogy mennyi munka van egy ilyen véradás szervezés mögött, de úgy gondolom, hogy nem ez, ami engem motivál, bár ez is nagyon nagy öröm számomra, hanem inkább az, hogy másokon tudunk segíteni. Hegedűs János 18 éves korában került szoros kapcsolatba a véradó mozgalommal. Élete során sokszor kapott véradásra meghívót, és ha csak tehette, mindig megjelent a kiszállásos véradásokon, de sokszor beutazott Békés Csabára is, ha sürgősen, műtéthez kellett a vér. Most az Egészségügyi Minisztérium által alapított ProVita díjban részesült, ugyanis élete során eddig 130-szor adott vért. És nagyon örülök ennek a kitüntetésnek, úgyhogy engem ez nagyon meghatott. És kívánom minden életerős hölgynek, embernek, férfinak, hogy minél többen adjanak vért. Azok, akik szeretnének vért adni, azok az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt honlapján tájékozódhatnak arról, hogy a megyében hol lesz legközelebb véradás.